eldobtam az agyam. Fantasztikusan jó volt. Életemben ilyen jó nem volt semmi. Az első szexuális élményem volt ilyen jó. Mit szóltam, amikor? Hát, Zsombai Linda keresett meg először, hogy találkozzunk, és akkor még nem mondta el, hogy mire föl, csak ugye egy beszélgetés, és ott lesz még valaki. És a Dérinében találkoztunk, volt egy 20 percem, suli közben, és ott volt Antal Nimród, akit én így, hát ismertem, tudtam, hogy kicsoda, imádtam a kontrollt is, és akkor leültünk, és akkor mondta Nimród, hogy meséljek magamról. És akkor meséltem magamról pár szót, és akkor már végén mondta, hogy jó, köszönjük szépen, és hogy akar egy filmet forgatni a Viszkis rablóról, és hogy ahhoz ne keresne főszereplőt, és elmennék a castingra. Na most én már akkor azt gondoltam, hogy úgyse fogom megkapni, teljesen nyilvánvaló, tehát hogy egy ekkora volumenű film, mint a Viszkis élete, és az Antal Nimród, aki 13 év után visszajön Magyarországra, akar forgatni egy filmet, kizár dolog, hogy engem válasszon, de ez a felkérés már nekem nagyon nagy elismerés volt, és ez nekem már nagyon-nagyon jól esett. Négy jelenetet küldtek át, amit meg kellett tanulni, kettő a nyomozóval, kettő a szerelmemmel való jelenet, akkor még nem voltak meg a többi szereplők, meg én sem. És akkor azokat megtanultam, azokat elvittem, és a Nimródot iszonyatosan érdekes volt látni. Igen, nem izgultam, annyira biztos voltam, hogy csak megmutatom magam, aztán ennyi. És a Nimródot figyelni, hogy ott gubbasztott, mint egy kisgyerek, és így nézett, nézte a jelenetet, és akkor így igen, azaz! És úgy az a gyermeki öröm, amikor így pacsi, és akkor lepacsiztam, és én nem is értettem, hogy te jó, így ennyire tetszik neki, és hogy annyira szenvedélyes volt tényleg, hogy itt egy felnőtt ember, gyerekekkel, feleséggel, több filmmel a háta mögött, és egy kisgyerek lesz abban a pillanatban, amikor azt érzi, hogy valami megint kezd összeállni, mint hogyha egy ilyen játék, egy társas játék, és a szereplők, a bábuk megvannak, és kezd működni, és hogy annyira jó volt látni. És nagyon boldoggá tette ez önmagában, és két hétre rá följött, és mondta, hogy megkaptam a szerepet. Nem ittam, nem szeretem a viszkit annyira egyébként. Én pálinkás vagyok, pálinkát szeretem. Ha már rövid, akkor pálinka. Szép lett volna, hogyha tízszer fölvesszük a jelenetet, és a végére már. Borzalmas ice tea-kat ittam. Ez volt a viszki. Két napja olvastam pont rólam. Szóval a Viszkis történetével, a Viszkis életéről én már régen, nyilván gyerekkoromban is hallottam, tehát tudtam, hogy kicsoda ő. A tévében konkrétan megvan az, amikor megszökött, és úgy elkapták. Az abszolút megvan. És így egész életem így tudtam. Néha hallott róla az ember, de tudtam, hogy ő kicsoda, mit csinált. Úgyhogy nem volt új dolog egyébként, amit megtudtam volna róla. Mikor el személyesen találkoztunk, akkor sem volt olyan dolog, amit ne tudtam volna róla eleve. Inkább az, ahogy ő elmesélt, hogy ő hogyan készült neki egy-egy bankrablásnak, vagy milyen precizitással, hogy mindent 20-szor meggondolt, mielőtt bármit is tett volna. Az volt jó fontos tudni, meg meglátni, hogy mennyire precíz is ő. A tanácsokat nem adott, hát mesélte, hogy ő hogyan csinálta, vagy csinálná. Nyilván azért ez egy film, tehát erre idő sincs. Egy igazi bankrablást úgy megcsinálni, hogy a való életben van, az több idő kell, meg az kicsit szöszmötörősebb. De nyilván az volt a lényeg, hogy nekem, amit a Nimród is kért, hogy egy belső keménységet mutassak, mert én nem vagyok annyira kemény fickó, talán ez lát. Én egy sokkal gyermekdedebb, infantilisebb, kevésbé gondolom meg a dolgokat. Nagyon rendszerető vagyok, de nem vagyok egy ilyen örlődő típus. Meg az egész mozgás, az egész hozzáállásom kicsit más, a belső tartalmam, mint Ambrus Attilának, de szerintem sikerült megtalálni, ha majd a filmet valaki látja és tetszik neki, és szerintem sikerült megtalálni valami a belső keménységet, ami kiderült, hogy van bennem, amire így rájöttem, mert nem tudtam, hogy létezik, de van. Ettől függetlenül maradok ilyen, amilyen vagyok most. 90 kiló voltam a film forgatásán, most 73 kiló vagyok, igen.
tehát sokkal többet szedtem föl. Izomban is, meg hájban is egy kicsit, tehát sok mindent ettem, sokat gyúrtam, egy sokkal testesebb, ez kellett, tényleg kellett hozzá, hogy ott áll egy ember a talpán, tehát nem egy ilyen vékonyka csávó, hanem egy tényleg egy vagányabb erdélyi fasz a gyerek áll ott. Az fontos volt külsőleg. A Schneider Zolival, a Schnetzivel való jelenetek, a nyomozóval való jelenetek voltak a legnehezebbek. Nem kérdésre válaszolom, beletettem. Ezek voltak a legnehezebbek, azért, mert eleve Ambrus sokat nem beszél. Ez a filmben is így van. És pláne ez, amikor a nyomozásnál, hogy ott ülök, ilyen távolságban Schneider Zolival, és akkor nem beszélhetek, nem mozoghatok, viszont már minden megtörtént velem. A gyerekkorom, az, hogy raboltam, az, hogy elkaptak, és ott kellett lennem 23 éves, akkori 23 éves fejemmel, hogy ezeket mind megéltem, és itt ülök a sitten. Az volt a legnehezebb, de szerintem jól sikerültek. Én már az elején mondtam a forgatás, miért elkezdtük akkor a szerződést, amikor írtuk, én mondtam, hogy én mindent elvállalok, amit lehet. Tehát bármilyen akciójelenet van, és elvállaltam, azt én csinálom. És ez így is volt. Ami olyan volt, hogy nagyon, nagyon veszélyes, azt kaszkadőr csinálta a dublőröm, de a gyors kocsi utcai menekülés, amit most visszanézve, még rémisztőbbnek tűnik, mint amilyen volt, hogy kimászom a legfelső abla, az nagyon magas, és kimászom, és ott lemászom. Nyilván biztonsági karabinem, meg biztonságban voltam, azokat én csináltam. Azokat én, de nagyon izgalmas volt. Hát olyan élmény volt, mint egy ilyen... Az egész nyaram erről szólt. Az a baj, hogy nem értek... Valahogy nem értem azt, hogy most hirtelen, hogy a Viszkis rabló kapcsán miért jött ez. Részben értem. Részben szerintem azért volt, vagy azért van, ha van némi ellenállás, hogy bűnözőről filmet csinálni, vagy bűnözőből hős csinálni, Az miért nem szabad? Azért, mert még él az Ambrus Attila. Tehát szerintem ez az egyetlen egy ok, ami miatt ez téma lehet. Mert még köztünk van, most szabadult, most egy úgymond közéleti személyiség. Tehát, hogy így lehet kicsit fájdalmasabb erről, hogy filmet csinál, mert bármelyik másik régi bűnözőről forgatnánk filmet, akkor erről nem lenne szó. De szerintem azért nem kifejezetten hőst, tehát nem csinál hőst az Ambrus Attilából. Ahogy a nyomozó se jó fiú, ahogy a lány se jó, se rossz, szóval se az Ambrus, hanem tényleg mindenki saját maga döntheti el, hogy igazából milyen, hogy ki a jó és ki a rossz. És az érdekes, hogy a Nimród a forgatókönyv írásával kapcsolatban az Ambrus Attilával beszélgetett, és az Ambrus mesélte a sztorikat. És megvoltak a karakterek, de lényegében amíg a Klem Viktor karaktere, a Schneider Zoli karaktere, a Piroska karaktere, azok mind az Ambrus szájából hangzottak el, hogy ők milyenek voltak. Tehát a nyomozó, amikor szembesíti az Ambrust a filmben, hogy de bántott embereket, de igenis bántott, és elmondja, hogy hogyan, azok az Ambrus Attila tényleges szavai. Tehát az Ambrus, hogy fölismerte magába azt, hogy ő tényleg mit tett. Tehát, hogy ő tudja. Tehát igazából szerintem az egész film kicsit olyan, mint Ambrus Attila, mint amikor az ember így rájön önmagában, hogy mik azok a hibák, amiket elkövettem, mit csináltam jól éreztem magam, és rosszul is éreztem magam, és fölvállalja magát. Szerintem ez egy egész élet, igaz élettörténet. Minden karakterrel együtt. A Marketing Gárdának hatalmas nagy taps, egyetlen egy óriás plakát van, az a Deák Ferenc téren, az OTP bank fölött. Szerintem ez nagyon nagy poén, nagyon örültem neki, mikor megláttam. Mentem be a dohányboltba. De te vagy a Viszkis? Hát, ja, igen, végül is, igen, én vagyok a Viszkis. De meg a barátok is így poénból, na a Viszkis, így a Viszkis új, de már mindenki csak a Viszkisnek hív, tehát van saját nevem, ez már nincs is meg. Én vagyok a Viszkis, de nem bánom szerintem, minden egyes főszereppel jár valamilyen fajta, hogy ráagatják, hogy ő ez, meg amaz. Szerintem azért ezzel elég jól járok, mert ez egy elég komoly szerep, és remélem, hogy jól meg tudtam csinálni, tehát elég nagy felelősség is ezt mondjuk ezentúl. Azt érzem tényleg, hogy Nimroddal erről beszélgettünk,
hogy nagyon, hogy szerintünk jó lett azért ez a film, és jó a sztori, és az egész gárda, a színész gárda körülöttünk, meg az egész stáb, akik ezen dolgoztak, valami akkora produkció volt, hogy ezt már nehéz überelni. Vagy nagyon magasra, nekem első filmesként, vagy első komolyabb színészi munkámnak ez egy akkora ugrás volt, hogy innentől kezdve soha nem szabad lejjebb adni. Kicsit rémisztő, hogy mit tudok még, meg hogy egyre jobb és jobb legyek. De nagyon várom, mert nagyon megszerettem ezt a filmezést, tényleg jó. Nincs államszerep, egyszer szeretnék, lenni valami nagyon-nagyon gonosz ember, gonosz figura, mondjuk egy szuperhős filmben valami gonosz, de valami ásgáron. Egy jó szuperhős film, az jó lenne. Hát de tényleg mindig a Batmanben is jönnek, ha szuperhős, akkor Batman, azért mert feketébe jár. De egyébként meg bármelyik másik filmben mindig a gonosz karakter akartam lenni, a Joker, a nem tudom micsoda, valami, azok izgalmasabbak egy picit szerintem. Mindenkinek ajánlom a filmet, tényleg mindenkinek. Szerintem érdemes önmagában annak a korosznak, aki nem ismerte ezt a történetet, szerintem illik ismerni, vagy nem úgy illik, csak azért érdemes ismerni. Az én apámék, akik ebben nőttek föl, nekik szerintem egy nagyon nagy időutazás is. Visszamenni a 90-es évekbe, mert gyerekkoruk volt, szerintem önmagában az is jó. Nőknek, férfiaknak, gyerekeknek, időseknek, nyugdíjasoknak, 16-os karikás, de ettől függetlenül a 15-es öcsém is meg fogja nézni. Általános iskola, középiskolásoknak, gimiseknek, vallásosoknak, reformátusoknak, papoknak, apácáknak. Ajánlanám még a filmet egyébként külföldieknek is, mert Varsóban is imádták és Chicagóban is imádták. A lengyel modelleknek, ajánlanám a szép olasz modelleknek, azoknak a magyar modellányoknak, akik Olaszországban dolgoznak, ajánlanám minden színésznek, minden barátomnak, az összes kiskutyának, kismacskának, ilyen, yeah, whisky! Elhittem, amit magáról mondtak. Hogy maga tulajdonképpen egy ős, egy 20. századi Rózsa Sándor! Mindenki lapföldre! A Vízkés november 23-ától a mozikban.